Harrison elnök elmondta, azért választotta Minnesota kormányzóját Tim Walzot, mert ő harcolni fog a középosztályért. A 60 éves Walz 12 éve tagja a kongresszusnak, szolgált a Nemzeti Gárdában, sőt egy középiskolában társadalomismeretet tanított és fociedző is volt. Lehet, hogy a nagyszerű országunk más szegleteiből származunk, de az értékeink ugyanazok, és mindketten hisszük, hogy az embereket felemelni kell, és nem lenyomni. Walz már a kiválasztása előtt beszállt a kampányba, amikor Donald Trumpot és a republikánusokat furának nevezte. Ezt az állítást azóta megismételte. Tudják önök is, mert érzik, ezek az emberek ijesztőek, és igen, pokoli furcsák. Ezt látjuk. A Trump kampány veszélyesen liberálisnak tartja Walzot. Trump alelnök jelölte G.D. Vance szerint a választás is megmutatja, milyen radikális Kamala Harris valójában. Szerintem Tim Walz jelölése azt mutatja, hogy Kamala Harris, mint mindig, most is meghajolt a párt szélső baloldali ága előtt. Walz elfogadott egy törvényt, amely a szülés pillanatáig megengedi az abortuszt, valamint aláírt egy rendeletet, amely engedélyezi a nem átalakító műtéteket kiskorúak számára. 2020-ban késleltette a Nemzeti Gárda bevetését Minneapolisban, hogy megállítsák a George Floyd halála után kitört zavargásokat. Ne szégyeljük a progresszív értékeinket, ami az egyik embernek szocializmus, a másiknak egyszerű jó indulat.